Tisztelettel köszöntöm Önöket. Jó napot kívánok, az egyes program zárásakor 12 óra 10 perckor. Itt az egyesen. Remélem ebédeltek már, és velünk vannak a következő 60 percben. Hiszen Önöket is érdekli, tudjuk, javában tart a választási küzdelem. Készülünk a 40 év utáni első szabad választásra. Izgalmas, eseményteli napokat élünk, és akkor, amikor azt mondom, hogy ezekben a hetekben az újságnak, rádiónak, televíziónak bizony nincs könnyű dolga, akkor ezt fogadják el tőlem. Abban azonban bizonyos vagyok, hogy minden egyes hírközlőszerv igyekszik teljesen tisztán lebonyolítani a választási előkészületeket, és minden pártnak, jelöltnek egyenlő esélyeket biztosítani. A Pécsi Városi Televízió valóban megpróbálta ezt az esélyegyenlőséget biztosítani, ezért minden kérdést sorsolással döntöttünk el. Mint minden nézőnk talán tudja, Pécset 3 választási körzet van, és összesen eddigi adataink szerint 14 párt indít a különböző kerületekben jelölteket. Viszont a jelöltek számát szaporítja a független jelöltek listája, így aztán körülbelül 50 fő felett van azoknak a száma, akik szeretnék megszerezni az önök szavazatait, és így bekerülni a parlamentbe. Nem tudtunk mást tenni, mint fórumszerű műsort létrehozni. A mai egy órában és a következő két adásban egy-egy kerület fog bemutatkozni. A mai műsorban a szerencse a hármas kerületnek kedvezett. A magas létszám egyébként nem tette lehetővé azt, hogy a jelöltek egyenként mutatkozzanak be a pécsieknek, és ezért döntöttünk amellett, hogy sorsolással döntjük el. És itt kolléganőm Brian Carl már említette, hogy ma a hármas választókerület mutatkozik be, tájékoztatásul említem, jövő héten, tehát egy hét múlva szombaton, illetve vasárnap sorrendben az egyes és a kettes választókerület lép majd önök elé. A mai 60 percet két témakörre osztottuk, 25 perc áll majd a jelenlévők rendelkezésére vitára. Ahhoz, hogy a vitában a jelöltek összemérhessék tudásukat, vitakészségüket, mindenki kapott 20 perccel a műsor indulása előtt egy rövid tájékoztatót, és a két témából úgy készülhetett fel, hogy ezt a 20 percet felhasználta. Mindenki maga dönthette el, hogy melyik témát választja. Akit nem tudtunk végleg betenni egyik témakörbe se, azt sorsolással döntöttük el. Aláírásával kellett minden jelöltnek igazolnia azt, hogy a műsor szerkesztésével egyetért. Ha önöknek, kedves nézők, véleményük, észrevételük van, akkor a 32-333-as számot tárcsázzák. Mielőtt kezdődik a vitafórum, jelzem, hogy a hármas választókerületben indulók a piacgazdaságot kapták egyik témaként, míg a másik téma a támogatási rendszer, szociális juttatások témakör lesz, ez a második fél, meg következik majd. Annyit még tájékoztatásról el kell mondanom, hogy a jelenlévők önöknek be fognak mutatkozni, melyik pártot képviselik, tehát így is tájékozódhatnak arról, hogy ki is szerepel a képernyőn. Magunkról csak annyit, hogy nem kívánunk vitavezetők lenni. A két műsorvezető azért ül itt a stúdióban, hogy végigkísérje, figyelemmel kísérje az elhangzó gondolatokat, véleményeket, nézeteket, tehát nem kívánunk kérdéseket feltenni, és önöket kérem arra, hogy egymással vitázzanak, gondolatokat cseréljenek. Azt hiszem más, amit el kell mondanunk, nincs. Kérem szépen a hármas kerület első témakörébe beült jelölteket, hogy kezdjék meg a vitát, mi mérjük az időt, nézőknek még annyit el kell, azért mondom, majd elfelejtettem, hogy egyszeri alkalommal 3 perces hozzászólást biztosítottunk, természetesen többször is hozzá lehet szólni, de egy alkalommal csak 3 percig beszélhet. Egy részvevő 2-4-6-an vannak a stúdióban ebben a témakörben, és ha jól látom az órámat, akkor 12 óra 14 perc van, tehát most kezdődjék, talán balról jobbra, tessék parancsolni. Vagyok a Magyar Liberális Néppárt képviselőjelöltje. Tehát még nem képviselőjelölt. A piacgazdaság kialakításával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot elmondani a pártom programjából. Ki lehet-e alakítani működőképes piacgazdaságot a Magyarországon? Igen, ki lehet. Van egy nagyon gátló tényező a jelen időszakban, ez pedig az infláció. A pártomnak nem csak kidolgozott programja, hanem kidolgozott módszere van az infláció megfogására. Ez a módszer a következő. Azt tudjuk, hogy a inflációra lehet hatni a piac eszközével, például árudömpinggel. Na de hát hol van Magyarországon ma olyan lehetőség, hogy a piacot például elöntsük olyan árudömpinggel, ami most
hiányzik hús és egyéb élelmiszer. Úgyhogy nem marad nekünk más lehetőségünk, mint az adminisztratív eszközök közül az úgynevezett ár- és bérstopp. Tudom, hogy ez népszerűen jól hangzik, de rajtunk kívül már más nagypárt is megpendítette ezt az eljárást, ezt a módszert, és tudomásra kell venni, hogy az ár- és bérstoppal nem tudunk jólétet biztosítani az elkövetkező időszakra, de az biztos, hogy legalább a jelenlegi állapotot stagnáltatni tudjuk. Ez alatt az ár- és bérstopp időszak alatt a több módszereink közül egyet például javaslok, és az pedig a Magyarországon az áru árának és az áru értékének az egalizálását. Azt nagyon jól tudjuk, hogy az áru ára és az áru értékek között nálunk óriási különbség van. Csak egy példát mondok, és ezt ne tessék teljesen készpénznek venni. De hogyha egy pohár előállítás ára 5 forint, az biztos, hogy a kereskedelemben mi 65 forintért kapjuk meg. És ha nem lenne rajta egy olyan irtozatos teher ezen az áru tényleges árán, illetve tényleges értékén, akkor biztos, hogy tisztességes haszonnal 15 forintért is ezt az árut el lehetne adni. Ezen kívül vannak még más módszereink, de ezek ismertetése hosszadalmas lenne. Ez alatt az időszakban, amíg az ár- és bérstopp stabilizálására és elismertetésére. Azt tudomásul kell venni, hogy addig a nyugati tőke hozzánk nem fog hatékonyan bejönni, amíg ilyen labilis pénzügyi helyzettel rendelkezünk. Hogy be tudunk épülni az európai gazdaságba? Hát akkor tudunk beépülni, hogyha nem lesz ilyen inflálódó forintunk, lesz egy stabil gazdaságunk, és a nyugati tőke szabadon áramolhat be az országba, akkor ha a mi jelenlegi ipari gazdasági struktúránk olyan lesz, hogy alkalmas lesz a nyugati tőke fogadására, nem ilyen közép és nagy kategóriájú vállalataink lesznek, mint amilyenek most vannak, hanem megváltoztatjuk ennek a felépítési hierarchiáját is. Tessék, Dr. Gáspár Jenő vagyok, a Szövetség a Falujét Vidékért választási pártnak a képviselő jelöltje. Nem értek egyet Cukor Antallal az infláció kérdésénél adott javaslatával az ár- és bérstoppal, mivel véleményünk szerint ez a fajta árstopp, amely mellé hozna a bérstoppot, egy készletre termelést okozna a vállalatoknál, amely mindenféleképpen árfelhajtó hatású, várják a vállalatok, hogy induljanak a stopp leállításába, és épp ezért csak nagyobb módon keletkezhetnek. Nekünk más javaslatunk lenne. Ez a javaslat mindenféleképpen a lakossági megtakarításoknak az ösztönzése, amely megfelelő betéti kamatoknak az elfogadása, törvény szerinti elfogadása lenne, amely esetén a lakossági felhalmozódás teret kapna, ez pedig mindenféleképpen fogyasztás csökkentő lenne, és a fogyasztás csökkentésbe odaérkeztünk az infláció mérsékléshez is. De ez még más is szükséges. Szükséges az, hogy a jelenlegi monopolista nagyvállalatoknak a szerepét szüntessük meg, ez pedig csak a vállalkozások lendítésével, érintítésével és megjelenésével lehetséges. De ha tovább megyünk, akkor itt már rögtön jön az, hogy hogy lehet a vállalkozásokat lendíteni, ehhez pedig egy olyan hitelpolitika kell, ami a jelenlegi hitelszűkítő, úgynevezett deficíciós politikával homlokegyenest ellentétes. Tessék, lehet vitázni. Dr. Mennyánszi Sándor vagyok, és a Magyar Demokrata Fórum indít a 3 számú választókerületbe képviselőjelöltként. Én először azt szeretném mondani, hogy mi, akik legelőször húztunk kérdést, és a piacgazdaságot húztuk, talán a legnehezebb kérdést húztuk ki magunknak. Az összes többi kérdés ugyanis ez alá van alárendelve. Magyarországon csak akkor lehet a szociális kérdéseket és minden más kérdést hathatósan megoldani, ha az alapvető gazdasági kérdések, gondolok itt elsőbb a piac gazdaság kialakításának kérdésére, sikeresen megoldható. A magyar társadalom most egy átalakítás előtt van. Ennek van egy politikai oldala és egy gazdasági oldala szerintem. Ami a politikai oldalt illeti, ez némileg járható és jártó út, amit követnünk kell. Arra gondolok, hogy az elmúlt 10-12 évben európai államokban is és nem európai államokban is előfordult már az, hogy a diktatúra például Görögországban, Spanyolországban és egy csomó országot említhetnék, átalakult demokráciává.
Gazdasági téren az átalakítás azonban nem ilyen könnyű, és erre nincs is példánk. Kimélik az említett országokban valamennyibe egy működő piacgazdasági háttér előtt folyt tulajdonképpen a politikai rendszerváltás. Nekünk ezt a feladatot együtt kell megoldani, és ez rettenetesnek is teszi a kérdést. Hogy konkrétumra válaszoljak, az egy két előbb elhangzott kérdés közül nekünk inkább a második megoldás az, ami szimpatikus. Föltétlenül a piac felemlítésével, a megtakarítások növelésével, a restrikciós politika visszaszorításával kell megteremteni a feltételeket a hathatós piacgazdaságra. Fölmerült egy olyan kérdés, hogy lehet-e kialakítani működőképes piacgazdaságot tömeges munkanélküliség nélkül. Több országban előfordult már, hogy a gazdasági átalakítást kellett végrehajtani. A munkanélküliség valamennyi ilyen országban rövidebb, hosszabb ideig felmerült. Inkább a tömeges szót tudnám most itt aláhúzni. Ez mindenképp elkerülhető. Így pedig olyan módon, hogy a piacgazdasághoz részbe külföldi, tőke részbe belföldi megtakarítások szükségesek, ez új vállalkozásokat indikál, és ez a munkanélküliség nagyobb részét föl tudja szippantani. Bonyó József vagyok, a Magyar Szocialista Párt képviselőjelöltje. Egy picit másképp is megközelítem ezt a kérdést, ha lehet, mint ahogy eddig elhangzott, bár kapcsolódni kell sok eddig elhangzott részelemhez. Én azt hiszem, hogy akkor járunk el helyesen, függetlenül attól, hogy kik kerülnek majd a parlamentbe, hogyha az egyes problémákat mindig teljes összefüggésrendszerébe vizsgáljuk. Én úgy látom, hogy most három problémát kell a gazdasági kérdéseknél figyelembe vennünk. Az egyik az, hogy egy szerkezetváltásról van szó, ez van napirenden. Egy olyan időszakban, amikor akut válsághelyzetben vagy a magyar gazdaság, tehát nagyon gyors intézkedéseket kell megoldani, hogy egyáltalán szerkezetváltásra sor kerülhessen. A másik, ehhez kapcsolódó harmadik probléma az, hogy olyan időszakban, amikor a lakosságnak egyre nagyobb rétegei csúsznak szociális értelemben lefelé, kerülnek egyre nehezebb gazdasági helyzetben. A szerkezetváltás, a piacgazdaságra való áttérés, ami a mi pártunk véleménye szerint is elkerülhetetlen és szükséges, akkor képzelhető el, nem csak akkor képzelhető el, hogyha megfelelő tőke áll rendelkezésre, ha megfelelő befektetésekre új vállalkozásokat lehet indítani, hanem az is kell hozzá, hogy legyen olyan tömeg értelmiségtől a kétkezi munkásig, akinek van annyi ereje, a gazdasági és erkölcsi ereje, hogy tudjon vállalkozni, tudjon kezdeményezni, tudjon váltani, amihez elkerülhetetlen. Ehhez pedig nélkülözhetetlen feltétel az, hogy szociálisan legalább olyan szinten maradjon, hogy induló bázisa legyen, anyagilag is, és hát hogy mondjam, emberi tartás tekintetében is. Mert ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a piacgazdaságra való átállást, a szerkezetváltást úgy kéne végrehajtani, hogy a tömeges munkanélküliséget egyrészt elkerülni, tehát minimálisra szorítani. Ezt úgy gondolom, úgy lehet elérni, és ez is egy nagyon fontos eleme a politikai stratégiánk, de a gazdasági stratégiánknak, hogy a piacgazdaság ne szüntesse meg teljesen az állam szerepét, nem közvetlen beavatkozó, hanem valamelyes stimuláló szerepét. Elképzelhetőnek tartom például a mezőgazdaság állami segítségének a teljes elhagyását. Elképzelhetőnek tartom például, hogy egy picit más területet is érintsünk, hogy a mezőgazdaság fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú önkormányzatok esetében, hogy a különösen a hátrányos térségek ne kapjanak valamiféle segítséget, és elképzelhetőnek tartom azt, hogy ne kapjanak segítséget azok az emberek, akik utcára kerülnek, hogy valamiféle esélyük legyen arra, hogy újra kezdhessenek. Ehhez mindenképpen szükség lesz valamiféle segítségre is, mint ami előkerült itt az uránbányászok esetében, vagy esetleg a szénbányászok ügyében is felvetődött, az újrakezdés az adott kölcsön, átképzéssel segíteni őket, hogy egyáltalán készültségükkel, szervezőkészségükkel tudjanak vállalkozni, képesek legyenek arra, hogy saját egzisztenciákat meg tudják teremteni, esetleg egy sikeres vállalkozással, egy nagyobb üzem cég létrehozásával mások számára is megélhetési munkát tudjanak biztosítani. Bretter Zoltán vagyok a Szabad Demokraták Szövetségének a képviseletében, és egy olyan problémát szeretnék megfogalmazni,
amely úgy néz ki, hogy mindenképpen ennél a gazdaság átalakításnál fontos szerepet fog játszani, és ez a következő. Hogy az infláció és a munkanélküliség egyszerre elkerülhetetlen. Tehát nem tudjuk egyszerre elkerülni úgy a munkanélküliséget, mint az inflációt. Valamire voksunkat kell tennünk. És itt hadd utaljak arra, hogy ez az infláció, ez kétfajta prioritásnak az eredménye. És mind a kettőt az előző kormányzat, vagy az előző kormányzatok hagyományozták rá. Az egyik, a költségvetésnek, a költségvetési stabilitás megőrzése, és a másik, a vállalatok, üzemek, és akár veszteség, és főként a veszteséges vállalatok és üzemek minden áron való fenntartása. Ez egy olyan inflációt eredményezett, amely mára valóban vágtatóvá vált, és ennek a megfékezését tekintik a szabaddemokraták elsődleges célkitűzésüknek. A nagyon részletes program van erre, hogy hogyan lehetne ezt végrehajtani. A prognózisaink szerint 1991-re lassítható az infláció, és 94-95-re 5-6%-ra mérsékelhető. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés a munkanélküliség kérdése. És itt a beszélgető partnereim említették, hogy a tömeges munkanélküliség talán elkerülhető. Véleményem szerint egy másik problémára kell helyezni a hangsúlyt, és ez végül is megállapíthatatlan, hogy ez milyen tömegességgel fog előfordulni ez a munkanélküliség. Viszont igenis fel kell készülnünk erre a munkanélküliségre. Akár tömeges lesz, akár nem lesz tömeges. És azt is meg kell itt mondani, hogy munkanélküliség mindenképpen lesz. Akkor is lesz, hogyha ez a gazdaság átalakul, és akkor is lesz, ha nem alakul át. Nekünk az a célunk, hogy ez a munkanélküliség a gazdaság átalakulásával egy időben folyjon. Mert hogy a munkanélküliség azért nem volt eddig, mert hiánygazdaság volt, mert pazarlás volt, azért, mert tesztfelületlen gazdálkodás volt. Tehát azt kell mondani, hogy a munkanélküliségre fel kell készülni, és ennek az egyik nagy eszköze a nyilvánosság. Tehát itt ellenőrizni kell a különböző üzemeket, vállalatokat, a munkanélküliség, tehát akkor, amikor elbocsátásokat eszközölnek, hogy ne lehessen embereket méltánytalanul elbocsájtani, ha pedig méltánytalanul bocsájtanak el, akkor igenis erre valamilyen fajta anyagi támogatást kell nekik nyújtani. Tessék, lehet folytatni tovább. Tessék, parancsolj! Bucó Zoltán vagyok, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt három számú választókerületének jelöltje. Tulajdonképpen, amiről beszélni szeretnék, részleteibe itt elhangzott előttem. Mi is a vállalkozásokat szeretnénk élénkíteni, de nekünk erre konkrét javaslatunk van. Egyszerűen az, hogy a vállalkozási nyerességadónak a mérséklésével, mégpedig egységesen a 30%-ra való leszállításával szeretnénk ezt elérni. Úgy számítjuk, hogy ez a módszer bevált a négy tégrisnek nevezett távol-keleti országokban is, és az így keletkezett többletbevétel, mivel a történelmi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy nem csökken így az állambevétele, sőt ellenkezőleg nő. Ezekből kívánjuk az úgynevezett szociális juttatásokat biztosítani, többek között a bérindexálást, ami annyit jelent, hogy a bérből és fizetésből élőknek az életszínvonalát nem kívánjuk tovább csökkenteni. Ezek alatt értem a 6000 értve az alatt fizetés vagy nyugdíjból élő nyugdíjasoknak a pénzét, illetve a 12.000 és 12.000 alatti jövedelemmel rendelkező fizetésből élő embereknek a jövedelmét. Így kívánjuk megoldani továbbiakban a pénz mobilitásának az érdekében létre kívánjuk hozni a tőzsdét, a lánckereskedelem kikapcsolódása érdekében létre kívánjuk hozni az árutőzsdét, amelyek számításaink szerint szintén árcsökkentő hatású, egyben infláció mérséklő hatású is. Továbbiakban kapcsolódnék a második és harmadik hozzászólóhoz, mégpedig abban, hogy a lakossági megtakarításokat így kívánjuk elősegíteni, még
és még úgy is, hogy kedvezményes kölcsönöket is biztosítunk a lakosság részére, sőt, továbbiakban az első részvényvásárlóinak 10% kedvezményt is kívánunk biztosítani a részvényvásárlások esetén. Ami nem hangzott el, hogy a lakosság, hogy részvényt is tudjon vásárolni, ehhez szükséges, hogy meg tudja venni, márpedig ez kis címletű részvények kibocsátása is szükséges. Tehát mi ezt is nagyon lényeges dolognak tartjuk. A másik nagyon fontos, ami nem hangzott el, hogy nagyon sok dolog kiszámíthatatlan. Elnézést kérek, mutatnom kell a 3 percet. Letelt a 3 perc, és már is lehet folytatni. Ha fejezze a gondolatot, de lehet nagyon röviden, igen. Mert... Jó, akkor annyit szeretnék még nagyon röviden, hogy nagyon fontosnak tartjuk egy készenléti hitelnek a felvételét, amely garantálja, hogy a nagyon sok kiszámíthatatlan dolog miatt nehogy a gazdaságunk véletlenül felboruljon, ugyanakkor egy alapot nyújt arra, hogy a termékszerkezetünket modernizálni tudjuk, és nyugatra is eladható árukat tudjunk termelni. Itt már is jelentkeznek. Akkor tessék, szeretnék reagálni rögtön az első felvetésre, amely szerint ugye ez az ár- és bérstopp, ez azért nem lehetséges, mert ez egy termelés visszaesést okoz. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez az első mondat, ez jogos, tehát az első időszakban, kérem, itt lehet vitázni, nem kell 3 perceket kiválni. A bevezetés első időszakában biztos, hogy van egy bizonyos termelés visszaesés. De ezt tudomásul kell venni, akkor rossz értettem, de ha folytassam, akkor azt is tudomásul kell venni, hogy sem a termelőerő, sem a termelőtőke, sem a termelőeszköz nem ítélheti önmagát tartós stagnálásra. Tehát biztos, hogy be fog állni az a dinamikus egyensúly, amikor az ár- és bérstopp után kialakul egy olyan termelési volumen, egy olyan termelési struktúra, amelyik ezt a helyzetet legalább, ahol most vagyunk, ez stabilizálja. Nem akarom még egyszer ismételni, utána jön a pénz, stabilizálás, külföldi tőkebeáramlás, és így tovább. Amit még szeretnék reagálni erre a bizonyos tömeges munkanélküliségre, nem egészen úgy látom, ahogy a jelölt kolléga mondta, mert tulajdonképpen a munkanélküliség, ha ugyan elkerülhetetlen, de rendkívül módon kicsire szorítható, és itt az a javaslatunk, hogy a rosszul működő vállalatokat, a menthetetlen vállalatokat tényleg fel kell számolni. De azokat a nagy és középkategóriai üzemeket, amelyek lehet, hogy most nem nagyon nyereségesek, ezeket minden további nélkül a munkástanács ellenőrzése alatt álló munkás részvény, alkalmazati részvény alkalmazásával, ami nagyon sok helyen nyugaton már bevezetett módszer, minden további nélkül meg tudjuk fogni, mert ez együtt jár az ottani vállalati hierarchia, termelési struktúra, iparszerkezet változás átalakításával. Köszönöm, más is kapjon szót azért, még a HPV időben. Az SZDP-hez lenne kiegészítésem. Úgy hiszem, hogy az infláció és a munkanélküliséget nem együtt kell elkerülhetetlenre tartanunk, mivel már együtt van, hanem a mértékét kéne egy elfogadható és megélhető szintre lecsökkenteni. És itt az a javaslatunk, és azt tartjuk elfogadhatónak, hogy nem a munkanélküliségre kelljen felkészülni, hanem annak a levezetésére, annak a csökkentésére kelljen felkészülni. Erre azok a módszerek, amiket itt elmondtunk, azok nagyon-nagyon jók, csak van egy jelenlegi gazdasági állapot, amely állami támogatások, amiket most csökkentgetnek, révén egyfajta olyan helyzetet teremtett, amelyekben a vállalatok működése kiszámíthatatlan, és egy kicsikét haldokló lett. Szovjet piac, nem mondjuk rubel aktívum, amely a kölcsönöknek a felvételét hozta az országba. Mindenféleképpen, ha ezeket megszüntetjük, és ha ezekre felkészülünk, akkor egy másfajta gazdálkodást kell folytatnunk. Úgy hiszem, hogy az SZDP-hez, hogy nem elég a vállalkozási nyereségadónak a csökkentés és egyéb hitelekkel javasolják megoldani a feladott megoldását. Én annyival egészíteném ki, mindenfajta vállalkozáshoz infrastruktúra kell, telefon, repülőtér, víz, akkor jön a tőke, akkor jön a külföldi vállalkozó, akire úgy hiszem mindannyian számítunk. Szóval egy picit a két témához egész röviden, csak távirati stílusban. Az ástoppal kapcsolatban nem merült még itt az előbb fel, de a legnagyobb akadály az ástop bevezetésének egész rövid időszakokra is kritikus helyzetben egyes cikkeknél ezt meg lehet csinálni, de egyébként nagy gátja az, hogy hiánygazdaságot teremt. Tudni nyilván, hogy aminek alacsonyan állapítják meg az árát és rögzítik, azt nem lesz érdemes termelni, tehát ez mindig nem hangzott el. A másik, amit nagyon röviden szeretnék, nem látszó nem gazdasági kérdés, de valójában visszajött a gazdaságra. Itt
tulajdonképpen az elmúlt 40-45 évben az emberek mentalitása változott meg, és ez szorosan kapcsolódik a termeléshez is, és a munkanélküliség kérdéséhez is. Egyszerűen megszoktunk egyfajta paternalista gazdaságpolitikát, vagy gazdaságpolitikát, aminek alapvetően meg kell változni, illetőleg meg fog változni, ez egészen biztos. Ennek vannak kényelmetlen oldalai is kezdetben. Egyszerűen meg kell szoknunk azt, hogy nincs egy jó nagybácsi, aki mindent besöpör, aztán tetszése szerint elhoz. Egalizál. Igaz, hogy meglehetős alacsony szinten, de tulajdonképpen mindenkinek juttat valamit. Ez társadalmi kérdés, társadalompolitikai kérdés, de nagyon nagy mértékben gazdaságpolitikát is befolyásolja. Megkérdeztetek, hogy mi volt az a nagybácsi? Az állam. Tessék, parancsoljon. Na éppen ehhez kapcsolódva akarok egy dolgot követni, itt azt hiszem az a dolognak a lényege végső soron, hogy nem a felszámolásról, vagy nem felszámolásról kell beszélnünk a vállalatok esetében, hanem arról, hogy ezt a védőbúrát kell levenni a vállalatok felől, és egyszerűen lehetséges, én azt is el tudom képzelni, hogy fontos vállalatok állami kézben, állami tulajdonban maradva is piacra utaltak. A versenykényszert kell megteremteni, mert a versenykényszer hiánya volt az, ami az állami vállalatokat stagnálásra, rossz gazdálkodásra, stb. Készítette. A támogatások rendszere volt. Csupán jelzem a vitázó partnereimet, hogy 4 perc van még vissza ennek jó, a témakörnek a megnyitása. Tessék, parancsolni! Mivel hogy a Szabaddemokraták Szövetséget itt többen véli kihívás érte, hadd válaszoljak némelyikre. Az egyik az, hogy én azért vagyok többek között a Szabaddemokraták Szövetségének a tagja, hogy elhiggyem a gazdasági elemzőinknek azt, hogy ezeket a kérdéseket valóban így problematizálhatók és valóban így állíthatók szembe, infláció és munkanélküliség. Erre nagyon részletes gazdasági vagy elemzések készültek, én kénytelen vagyok ezeket elhinni. A másik az ár- és bérstopp kérdése. Ez egy rendkívül jó választási fogás, még akkor is, ha nem igaz. Mert annyira megragad, szóval ez a mondat annyira meg tudja ragadni az embereknek a fantáziáját, az egyémet is egyébként. Hadd tegyem hozzá, hogy erről vitatkozunk, holott ez valószínűleg teljesen irreális. Hiszen egész egyszerűen nem gazdasági eszköz. És hogyha mi gazdaságot akarunk építeni, akkor nem azzal kezdjük a gazdaságnak az átalakítását, hogy valami hatósági stoppokat vezetünk be. Én így gondolom ezt a dolgot. Tessék, Bucsó Zoltán. Az állami vállalatokhoz szeretnék hozzászólni pár szót, mert úgy érzem, hogy itt egyfajta burkolt támadás elhangzott. Na most nekünk szociáldemokratáknak az állami vállalat nem állami csődöt jelent, még véletlenül sem. És ezt bizonyítják azért a nyugati állami vállalatok is, említhettem itt a Renault műveket, ami vastagon nem nyerességtelen és nem gazdaságtalan. Nekünk az állami vállalatok annyit jelentenek, és egyáltalán az állam beavatkozása, hogy nem ismerjük el a piacnak a tökéletességét és a piacot, mint egyedül rendező elvet. És a nyugat is ezt bizonyított, amivel kevés kivételtől eltekintve majdnem mindenhol szozzanak vannak a kormányon, hogy ez az elv helyes. Mi úgy képzeljük el, hogy a magánkézben nem adható vállalatokat, mivel esetleg nem lehet nyereséget csinálni belőle, ugyanakkor az előállított termékre szükségünk van. Ezt feltétlenül egyszerűen állami kézbe kell venni, mert egyszerűen szükség van rá. És az állami beavatkozást úgy képzeljük el a magánszektorban, mint vállalkozás élénkítő hatást, hogy egész egyszerűen egy induló vállalkozásnak, mondjuk az állam felvásárolja a részvényeit, ezzel induló tőkét biztosít, ugyanakkor, ahogy ki akar vonulni ebből az egészből, egész egyszerűen eladja a részvényeit. Köszönöm. Egy fél gondolatom lenne csupán, és azt hiszem, hogy ez valamennyire talán összegezni tudná azt is, amit nem igazából gazdasági téren elhangzott. Hogy ezek a gazdasági elképzelések valójában csak akkor megvalósíthatóak, hogyha megteremtjük a politikai feltételeit. Hogyha itt valóban egy erős parlament és erős kormány tudja ezeket következetesen kivitelezni. Tessék, hiszem, hogy ez jó záró mondat lehet, de kiegészíteném azzal, hogy ez a fajta politikai hangulat, politikai légkör mindenféleképpen az egyes embernek a hangulatát kerül tükrözze, és arra hason megmutatólag. Mindenféleképpen szükségesen mondom. A mi itteni vitánkat én szerintem majd az elkövetkezendő néhány hónap fogja igazolni. Remélem, hogy nem lesz szükség kényszerű intézkedések bevezetésére. Meglátjuk. Ha szabad véleményt formálnom, akkor csak egy mondat erejéig teszem. Nagyon köszönöm önöknek ezt a
az egészséges vitát, amit ebben a 25 percben hallottunk. Cukor Antal, Magyar Liberális Néppárt, dr. Gáspár Jenő, Szövetség a faluért, vidékért, dr. Mennyánszki Sándor, Magyar Demokrata Fórum, dr. Vonyó József, Magyar Szocialista Párt, Bretter Zoltán, Szabad Demokraták Szövetsége és Bucó Zoltán, Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Nagyon köszönöm Önöknek, hogy itt voltak, bemutatkoztak. A hiszen legalábbis, hogy a nézők azért kaptak jó néhány okos gondolatot a jelenlévőktől, és ha leadták fogsukat, akkor tudják, hogy kire adták le, ha pedig nem, akkor talán befolyásolt Önöket egy picit. Következő témakörünk előtt néhány perc szünetet tartunk, szórakoztató perceket, azaz még tartozom egy bejelentése. Itt kellett volna ülni a jelenlévők között a hármas választókerületből dr. Sipos Bélának, a Hazafias Választási Koalíció színeit képviselte volna, külföldön tartózkodik, de természetesen ez is hozzátartozik az esélynyerőséghez, hogyha a véleményét nem a fényképét látották. Kérem szépen, most muzsika következik, amíg itt helycsere is következik a hármas választókerület második fődeje a támogatási rendszerről, a szociális juttatásokról. Sok szeretettel köszöntöm, üdvözlöm azokat, akik később kapcsoltak be a Pécsi Városi Televízió választási műsorába, választási külön kiadásába. A mai alkalommal sorsolással a hármas választókerület képviselőjelöltjei mutatkoznak be Önöknek két témakörben. Az imént, akik már láthatták, a piacgazdaságról vitáztak a jelenlévők. A következő 25 percben a téma a társadalom biztosítás és a támogatási rendszer. Köszöntöm azt a hét jelöltet a hármas választókerületből, aki úgy döntött, hogy erről a témáról szeretne beszélgetni, és én azonnal át is adom Önöknek a szót azzal, hogy kérem, hogy jelezzék nevüket és a pártjukat, és örülnék, hogyha a kiadott rövid programban valóban szó kerülne arról is, hogy mi a véleményük a nyugdíjakról, hogyan lehetne egy igazságos társadalombiztosítási rendszert kialakítani, és vajon elképzelhetőnek tartják-e azt, hogy az oktatás és az egészségügy ne legyen ingyenes. Tessenek parancsolni. Most mérjük az időt. Köszönöm. A nyugdíjak, a gyesen-gyeden lévők és családi pótlékkal kapcsolatban tudnám felvetni azt a problémát, hogy túlsúlyba esett szerintem a nyugdíjasok helyzetének forszírozása. Én annyiban látom esetleg azt, hogy nem annyira a nyugdíjasok, hanem inkább a gyermekes családok, több gyermekes családok problémája nagyobb. Ugyanis amíg egy nyugdíjas ember mondjuk az átlag nyugdíjat kapja, akkor is körülbelül úgy néz ki, hogy egy pár cipő elegendő neki, esetleg két évig egy öltöny ruha elegendő, több éven keresztül, ugyanakkor a családos, a gyermekes családoknál viszont nyaranta két pár cipő és ruha és a többi az iskolai gondok, kiadások. Tehát én inkább a családos, a gyermekes családokra helyezném a hangsúlyt a társadalombiztosítást illetően. És ezzel kapcsolatban egy pillanatnyi megoldást tudnék is, ami egy más témakörben nyúlik át, ami az elszámolás, leszámolást illetné, de csak egy rövid megvillantás erejéig. Ugyanis akik az országot eljutották egy ilyen pozícióba, ahol vagyunk, ahol gond a családok helyzete, nyugdíjasok helyzete, itt ott tekintenék vissza az elszámolás, leszámolásra, hogy nem kell bírósági tárgyalás, nem kell bebörtönözni senkit. Megteremtettek egy átlag életszínvonalat, egy átlag nyugdíjat, és ezt mondjuk akik részesei voltak, az a 800 ezer pártag nem azért, mert pártag volt, hanem mert rábólintott, és vezetőbeosztású emberek, párton kívülek is, pillanatilag megoldhatnánk a nyugdíjasok és gyermekes családok helyzetét azzal, hogy ezeket az embereket átlag nyugdíjra és átlag munkabérre venném. Tessék parancsolni, folytatni. Ott is lehet, tessék. Reagálnék erre egy kicsit. Hát a nevet és a pártot legyen kedves. Vagyok, igen, Bartandra vagyok a Fidesztől. Tehát Bartandra a Fidesz. Hogy nem az a lényeg, hogy most itt a nyugdíjasokkal vagy a kisgyerekesekkel foglalkozunk, hanem az a lényeg, hogy milyen nyugdíjassal és milyen kisgyerekessel.
Azt hiszem, a szociálpolitikának, a szociális védőhálónak a kiszolgáltatottakat kell védeni. Nem a nyugdíjasokat, a gyerekeseket, hanem a rászorulókat, a marginális helyzetben lévőket. Ez lenne a szociálpolitika feladata. És én ezt így gondolom, ebbe beleeshetnek a kis nyugdíjasok, akik valóban csak egy pár cipőre jut, de a lakás költségeik azonosak, és egész egyszerűen néhány nyugdíjas ma már a létminimum alatt él. És a gyerekesek körében azt hiszem, főleg a sok gyerekesek érdemelnének nagyobb védelmet, de nem biztos, hogy ez mind a szociálpolitika keretébe tartozna, mert be lehet nevezetni részfoglalkoztatást is, ami esetleg megoldaná ezeket a kérdéseket. Tessék, esetleg a még... lehet. Hát, ha erre reagálnak, majd utána jó, mondom tessék. Talán később. Úrskung János vagyok, a kereszténydemokrata néppárt képviselő jelöltje. Mi az egész társadalom biztosítási rendszert szeretnénk megreformálni. Olyan elképzeléseink vannak, hogy a jelenlegi 43 plusz 10% társadalmi adó jövedelemadóval, társadalmi adóval szemben egy alacsonyabb összegű, kötelező biztosítási részt írnánk elő, és ezt követően bízva a magyar állampolgár önállóságába, döntési képességébe, ő külön kötne még biztosítást. Ez az alapösszeg az alaporvosi ellátásra lenne elegendő, és egy alapnyugdíjat biztosítani. Most mindenki a legalább három biztosítási társaság közül azt választaná ki, amelyik neki a legkedvezőbb, a legjobb feltételt biztosítana, és annak közne biztosítási szerződést. Ez már többlet szolgáltatást is jelentene, például szabad orvosválasztást, vagy esetleg magánkórház használatát, és a dolgozónak nem kellene fizetni egyikért sem, mert vinni a kis biztosítási kártyáját is az orvos vagy az intézet lerendelni a biztosítótársától az összeget. A biztosítást ezt illetően így szeretnénk. A magasabb nyugdíj ezzel lenne, de most egy időben ennek a bevezetése egy bizonyos átfutási időt igényel, ez alatt az átfutási időszakra, akik már nyugdíjasok ilyet nem köthetnek, és még egy pár évig szintén nem lehetne kötni, ezért szükségesnek látjuk a jelenlegi nyugdíjak minimális értékének meghatározását, ami követné az inflációt, és ugyancsak a nyugdíjak maximális értékének is a meghatározását. A következő témakör, ami szintén a társadalombiztosítással a felvetett kérdéssel kapcsolatos, a család. A mi pártunk egyértelműen családpárti, a nemzet legfontosabb egységének tartja a családot, és ezért azt szeretnénk elérni, hogy az édesanyák, akik nem hivatásszerűen akarnak dolgozni, azok otthon maradhassanak és gyereket nevelhessenek, és azt szeretnénk elérni, hogy a gyereknevelés államilag elismert, fizetéssel dotált munka legyen, nem csak aki irodába. Természetesen megint a dolgozóra, a magyar állampolgára bízva, hogy a nők, az édesanyja a dolgozni akar-e, hivatása van, és azt szeretné folytatni, vagy pedig csak a gyerekneveléssel törődni. Az iskolákkal, az oktatással kapcsolatban feltétlen szükségesnek tartjuk a felekezeti egyházi iskolák visszaállítását. Ezeknek az állam adja vissza az elfogadott vagyonaikat, értékeiket, és nem kell attól tartani, hogy ez az államnak többletköltséget fog jelenteni, mert biztos vagyok benne, hogy úgy a reformátusok, katolikus, evangélikusok, bármilyen felekezethez tartozó hívek adományaiból ezeknek az iskoláknak, intézményeknek a helyrehozatala megtörténik. Parancsoljon, Partásra. Dr. Hajas András vagyok, az Agrárszövetség képviselőjelöltje. Hát az eddig elhangzottakhoz az a megérzésem lenne, hogy az egész magyar társadalom életkortól függően, függetlenül a gazdaság általános válságához igazodóan egy rendkívül mély szociális válságba kerül. Kérem szépen, elhangzott a nyugdíjasok problémája, elhangzott a fiatalok, kisgyermekesek problémája. Nem szabad elfelejtenünk azt, ami Magyarországon kialakult, hogy a középkorosztály az egyik kezével a gyerekeit neveli, támogatja, hatalmas anyagi terheket vállalva segíti. A felnőtt gyerekeit is kénytelen már, mert nem tudnak lakáshoz jutni. A másik kezével a mérhetetlen és megalázóan alacsony nyugdíjhoz jutott szülőket kell támogatnia. Tehát azt hiszem, hogy a magyar társadalomban minden korosztály és minden réteg egyaránt nagyon mélyen részes ennek a mély szociális válságnak. Ebből a szempontból kéne megközelíteni a kérdéseket. Ami már itt a mai beszélgetési témáját illeti. Azt hiszem, hogy nagyon világosan el kell határolni egymástól ezt a három kérdést. A társadalombiztosítást, a szociális kérdéseket és az oktatás ügyet. A társadalombiztosítás véleményünk szerint csak úgy képzelhető el, hogy ez egy
országgyűlés által ellenőrzött, de gazdálkodó, önállóan gazdálkodó biztosítói intézet legyen, amely biztosítói intézetekben a biztosítottak által befizetett összegek és a nyújtott szolgáltatásoknak az összhangját meg kell teremteni. Az elmúlt 3 évet, ha csak nézzük, 1987-ben 2,7 milliárd, 88-ban 7,8 milliárd, 89-ben közel 30 milliárd forint többletbevétele volt a társadalombiztosításnak, amelyik nem jutott vissza a biztosítottakhoz, azokhoz, akik ezt befizették. Ezt mobilizálni kell, gazdálkodásba kell vinni. Vissza kell adni véleményem szerint a társadalombiztosításnak azt a vagyont, amelyet annak idén államosítottak, amelyik képes volt annak idén a szolgáltatásainak az értékállóságát biztosítani. Tudjuk nagyon jól, hogy itt különféle ingatlanok, különféle pénzintézeti betétek voltak. És váljon el ebben a rendszerben egymástól az, ami közvetlen befizetésen alapul, tehát a nyugellátás, a táppénz, ezek a különböző baleseti ellátások, váljon el élesen a szociális ellátás, amelyiknek az a feladat, hogy a szociális esélyegyenlőséget biztosítsa a rászorulóknak, akik valamilyen okból, akár azért, mert nagy családosak, akár azért az egészségi állapotuk megromlott, a perifériára kerültek, és semmiképpen ne legyen része ennek a rendszernek egy ilyen segélyezési konstrukció. Annyit szeretnék ebben egy mondatban, megalázó az, hogy embereknek segélyért kell folyamodni olyan esetben, amikor ezért fizettek azért a szolgáltatásokat. Talán annyit, hogy a nyugdíjat sokan úgy kezelik, Szőlner Miklós és Kisgazdapárt, nyugdíjasokan úgy kezelik, mint egy állam által osztott kegydíjat, pedig hát ez egy munkás életen keresztül kötelezően félretett takarékbetétként fogható föl, amelyre akkor nyílik lehetőségünk az első összeget kivenni, amikor egy nő 55-dik, egy férfi pedig 65-dik életét betöltve nyugállományba vonul. Ebből aztán két dolog következik. Az egyik az, hogy azok a törekvések, amelyek a nyugdíjak egalizálására irányulnak, tehát az, hogy minden nyugdíjba vonul azonos összegű nyugdíjat kapjon, ez így logikailag számunkra képtelenségnek bizonyul, hiszen a befizetett összegek is az elmúlt évtizedek során mások és mások voltak. Mindenből pedig az következik, hogy mindenki a végzett munkája társadalmi hasznosságában fog ezután is részesülni a nyugdíjból, viszont ennek felső határát és alsó határát célszerű lenne az országgyűlésnek törvényben megszabnia, mégpedig ahhoz a bizonyos társadalmi létminimumhoz igazítani, amely idén először jelent meg törvényben, mégpedig a kamatadóról szóló törvényben 4300 forintban meghatározva. Mi úgy látjuk, hogy a nyugdíj felső határát célszerű volna ennek 4-5-szörösében megállapítani. Arra persze szükség volna, hogy a most már vágtatóvá kezdődő válló inflációt egyfajta inflációs követő automatizmus tartsa karban, amely azért volna szükség, hogy a későn nyugdíjba mentek végül is ne kerüljenek a társadalom perifériájára. Köszönöm szépen, hogy még nem használtak időt. Aki még hozzá kíván szólni az első körben, tessék parancsolni. Tőke Gyula vagyok, az MSZNP előttje. Tulajdonképpen nem tudok vitatkozni, mert nem jön létre az a vita, ami a szándékunk szerint esetleg létrejöhetne. Az előttem szólók azt a programot mondták el, ami az MSZNP-nek is a programja. Részletkérdésekben vannak talán megközelítésben más elképzelései. Viszonylag kevés szó esett azonban eddig az egészségügy, mint alapellátás, és a kérdés úgy szólt, hogy elképzelhetőnek tartjuk, hogy az ingyenessége megszűnjön. Mi nem tudjuk elképzelni egy minden állampolgár részére biztosított alapellátás ingyenességét fenn kell tartani. Nagyon fontosnak tartjuk az egészségügyel kapcsolatosan azokat a társadalom által már kritizált észrevételeket, az úgynevezett elit kórházakat, hogy csak a kutföldjére célozzak, ami egy korábbi rendszerben annak az államhatalomnak volt az elit kórháza, most az elmúlt években megint. Ezeknek nincs létjogosultságuk. Az egészségügyben természetesen differenciálni kell, szakosodnak egy-egy speciális területre. De ezek a szakosodott intézmények, ezek hozzáférhetővé kell váljon minden magyar állampolgárnak. Tehát az egészségügy ingyenességét
alapellátás és hozzáférhetőség szempontjából korszerű színvonal mindenki számára. A több törődést, jobb körülményeket, azt egy biztosítási alapon tudjuk elképzelni. De az ingyenesség fenntartása mehet. Ugyanígy az oktatásról. Az oktatás ingyenessége nagyon fontos dolog, fenntartása, azt hiszem az elkövetkező időben erről beszélni, a jogállamiságról beszélünk, akkor nem szabad. A családokról annyit, hogy mi is egyetértünk avval, hogy a családanya szerep, a gyerd és a gyes, az számítson, legyen munkaviszony, élvezze azt a társadalmi megbecsülést, mint a valóságosan munkaviszonyban lévők, és a minimális összege az mindig egy tépt minimum számítás alapján legyen meghatározott. Javaslom még azt kapjon szót, aki eddig nem kapott esélyt. Kajsz József vagyok, független jelölt, a Vasutasok Szakszervezet által támogatott. Én úgy gondolom, hogy több más megoldatlan kérdés mellett az öregek és a gyerekek kérdése sem került megoldásra az elmúlt 40 évben. Jó néhány gondolat elhangzott, én azt hiszem, hogy többségével egyet lehet érteni. A nyugdíjról talán annyit, hogy én magam is azzal értenék egyet, ha ez egy infláció követő rendszer követné a nyugdíjak alakulását, hiszen a levonáskor, a nyugdíjak fizetésekor ez egy értékálló pénznemben történt, tehát mindenkinek elemi joga, ahogy ez már szintén elhangzott, hogy ugyanez az értékhez valamikor hozzájusson. A fiatalokról, életvegyesen gyeden lévőkről, gyerekekről talán annyit, hogy a mindenkori létminimumhoz szükséges lenne alakítani a gyerd és a gyes összegét, valamint a családi pótlékrét úgy szintén. Én azt hiszem, hogy ez az egy konstrukció, amely az elmúlt 20-25 évben elég nagy sikert osztott, elég nagy sikerrel került bevezetésre, és a gyakorlat is ezt bizonyítja. Az ingyenes oktatás és egészségügy kérdéséről az lenne a véleményem, hogy az oktatás bizonyos szempontból, bizonyos korhatárig, talán 8, illetve 12 évig, tehát eddig történő oktatásig mindenképpen ingyenesnek tudnám elképzelni. Az ez fölött itt természetesen, ha erre a módunk lehetőségünk lenne, meg kéne fizetni bizonyos mértékben. Úgy szintén az orvosi ellátásnál is egy alapellátást mindenképpen állami, állampolgári jogon biztosítani kéne, ugyanakkor egy magasabb szintű vagy netán speciális ellátáshoz biztosítani kéne a lehetőséget, hogy ezzel az állampolgár élni tudjon. Ehhez természetesen egy bérreform, illetőleg megfelelő bérfedezet lenne szükséges. Köszönöm, hogy az első körben mindenki vázolta a nézeteit. Ahogy látom, a Fidesz jelöltje szeretne még néhány szót hozzá. Hát igen, mert én még nem vázoltam a nézeteimet, csak pár szót hozzászóltam, úgyhogy most vázolom. Szóval Fidesz tulajdonképpen egy komplex programot dolgozott ki ezekre a szociálpolitikai kérdésekre. Alapvetően arra gondoltunk, hogy lényeg az, hogy milyen javak hogyan kerülnek elosztásra. Egyik oldala a piacorientált intézmények lennének, a másik pedig az állam. Hát a piac bevezetését a szociálpolitikai kérdésekben úgy gondolom, hogy hirtelen nem lehetne megoldani, inkább fokozatosan, mert ez elég komoly következményekkel járhatna. Az állam beavatkozását olyan helyeken gondoljuk, ahol a piac nem tud megfelelően működni. Az államnak kéne fölkarolni pontosan azokat a személyeket, akik egészen a szélére, a társadalom peremére sodródtak. Ezek nyilván a saját pénzükből nem tudják megoldani. Itt kimaradt egy réteg, aki szintén súlyosan hátrányos a munkanélküliek tulajdonképpen, és a pályakezdő munkanélküliek, akik mi munkanélküli segítsen kapnak. Erre egy foglalkoztatási alap létesítését tartanánk szükségesnek. De tulajdonképpen itt azt hiszem mindenki egyetértett abban, hogy akár a szociálpolitikában, akár az egészségügyben, akár az oktatásban létre kell hozni egy minimális szintet, amely ingyenes lenne, és ezen felül lenne egy fizetett választható. A nyugdíjnál több megoldást gondolunk, egy népnyugdíjat, és valóban egy olyan nyugdíjat, amely különféle biztosításokkal mindenkinek saját igénye szerint lenne megoldható. Én egy dologra szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy a társadalom biztosítás az egy nagyon jó üzlet. Mindenhol nagyon jó üzlet. És Magyarországon azért nem volt jó üzlet, mert egyszerűen elherdálták azokat a pénzeket, amik eddig oda folytak be. Ezért úgy gondoljuk, hogy a tulajdonreformnak az egyik feladata lenne, hogy az oda befolyt összegekből feltöltsék ezt a társadalombiztosítási alapot. Tudniillik, a semmiből nem tudnak társadalombiztosítási szervezetek elindulni. Ehhez alaptőke kell.
ennyi lenne. Tessék, aztán lehet most már tovább folytatni a vitát. Hadd legyek az advokátus diába, hogy az ördög ügyvédje és provokáljak vitát. Elhangzott az egészségügyi ellátás ingyenessége. Ma már aki kórházba kerül, az érdeklődik a beteg társaitól, hogy egy-egy műtétnek mi a tarifája. Tehát aki ma azt állítja, amit a 75 évi második törvény a társadalom biztosításról, hogy ez ingyenes, aztán azt kicsit farizeus módon viselkedik, hiszen a hálapénz, vagy kicsit előkelőbben a paraszolvencia ma már a személy jövedelemadónak egyik jelentős tételét képezi. Sőt, el lehet követni bűncselekményt, és arra vonatkozóan valaki ezt nem vallanám be. Tehát maga az állam is tisztában van azzal, az adóbevétel szempontjából, hogy igenis az állami alapellátás nem ingyenes. Én egyetértek a Fidesz képviselővel, nem csak azért, mert csinos hölgy, hanem azért is, mert valóban szükség volna éppen a szegényebb néprétegek védelme érdekében egy állampolgári jogon juttatott alapellátásra, és aki ennél többre, jobbra, magasabb színvonalú ellátásra tart igényt, esetleg elit intézményeket tudhat igénybe venni, az munkás élete során kiegészítő biztosításokkal erre fölhalmozhatja azt az alapot, amelyből ezen igényeit ki tudja elégíteni. Hát hadd legyen egy megjegyzésem ehhez. Ez egy nagyon szimpatikus és gondoló konstrukció. De hát az is kell ám, hogy olyan jövedelmei legyenek a vérből és fizetésből élőknek, hogy ezekhez a plusz juttatásokhoz szükséges biztosításokat meg tudják kötni. Én úgy gondolom, hogy itt egy nagyon átgondolt biztosításra van szó, és talán nem is az ellátás színvonalát illető különbségtételekre. Hát furcsa lenne az, hogy szélsőséges példát mondok, hogy az alapellátás, az alapbiztosítás a bankbérműtét szintjéig kiterjed, és mondjuk egy komolyabb gyógyászati segédeszköz már ebben nem fér bele, csak külön biztosítása. Az én általam vázolt szempontban nem kell ez külön, tehát igazából nem ingyenes semmi sem, mert mindenki biztosítással ér, tehát társadalmi biztosítás fizet, tehát igazából nem ingyenes, csak az, hogy amikor elmegy az orvoshoz, akkor ingyenes. De nem kell más tenni, itt az összegekre volt szó, a jelenleg 53%-ot fizet mindenki, mert a vállalat 43%-at, a dolgozót, amíg levonnak 10%-at, ezt a részt kell megosztani, ebből kötelezően el tudnak képzelni egy 18%-ot, és az biztosít minden alapellátást, nem csak a vakbérműtétet, hanem minden orvosi alapellátást, és azon fölül a többi összeggel, mert szabadon rendelkezik, hogy melyik biztosító társaságba köti ezt meg, ez nem lenne akkor se több, mint 50 vagy 53%, ha kettőt összeadjuk. Mit szól ehhez a Fidesz képviselő? Hát én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy inkább Gyurgyanitóshoz csatlakoznék, hogy nem hiszem, hogy ez a biztosítás, ez annyival több terhet jelenten a családoknak, mint most egy szülésért 5000 forintot fizetni esetleg. Én úgy gondolom, hogy ennek a biztosításnak körülbelül azért tisztában vagyunk, hogy ez a paraszolvencia mennyi pénzt húz ki az állampolgárok zsebéből. Ennek a biztosításnak ezt az összeget, vagy legalábbis ezt az elképzelt összeget nem szabad meghaladni. Ez a Fidesz programjában is így szerepel. Sőt, még külön szabályozást kéne bizonyos krónikus betegségekre alkalmazni. Tehát ez már egy annyira szakterület, hogy ide ebben nem lehet szerintem igazán belemenni. Amiről beszélni szeretnék, hogy Fidesz programjában szerepelnek úgynevezett egészségvédő intézetek, ez tulajdonképpen társadalmi biztosítási intézeteknek felelnének meg, amelyek önállóan gazdálkodnának egy bizonyos fejkvóta szerint befizetett pénzösszegekkel. Most ez azért lenne megfelelő, mert úgy nem csak a betegek oldalán jelentkezik a probléma, hanem az orvosok oldaláról is. Az, hogy ma egy osztályvezető orvos a gyerekklinikán, aki a csecsemőkkel foglalkozik, 8-9 ezer forint az alapbére, ez azt hiszem egyetértünk abban, hogy ez abnormális. Tehát ha így ugyanez az egészségvédő intézet tulajdonképpen nem csak a betegek pénzével, hanem olyan orvosokat is foglalkoztatna, és az ő jövedelmezőségükkel is gazdálkodna, mi úgy gondoljuk, ez oldaná meg a kérdést. Mit szólnak mindez a független jelöltek? Ha van véleményük, persze csak akkor. Én úgy gondolom, hogy a hálapénznél leragadtunk egy picit, és ha másik pályát, illetve a másik témát, az oktatást előveszünk, ha tulajdonképpen ez fel sem merül, és végül is ennek is elhangzott a megoldása, tehát mindenkit a munkája alapján meg kell fizessük, meg kell, hogy kapja, meg kell, hogy keresse azt a bért, amelyel saját magát és a családját el tud tartani, és így nem szükséges a hálapénz kierőszakolása sem, hiszen jól tudjuk, hogy az elmúlt években errefele tendált az egészségügyi ellátás, az orvosi ellátás. Én biztos vagyok, hogy az orvosok jó részéről is rendkívül kellemetlen dolog ez a téma, hiszen ezt már az adózás kapcsán azt hiszem többen kifejtették. Mielőtt az újabb gondolatok elhangoznak, csak jelzésszerűen említem, hogy 4 percük van, 4,5 percük van még vissza. Az előbb említettem a keresztény a néppárt által vázott szerepontba.
az szerepelt, hogy a biztosító társaságok által biztosított kártyával megy valaki az orvoshoz. És amennyiben ezt teszi, akkor a betegnek nem kell fizetni semmit, és az orvos sem lesz olyan kiszolgáltatott helyzetben, mert az orvos ő le tudja hívni az összegét. És a magasabb biztosítás után, a kártya után szabad orvosválasztás is van, és a magyar állampolgár azt ahhoz az orvoshoz megy, akit ő jónak lát, akiben megbízik, ez együtt azt is biztosítani fogja, hogy a tudását, ismereteit, jobban kamatoztató, a jobb szakember, a jobb orvosok, azok több jövedelemhez fognak jutni a több munkájuk révén. Adjuk meg a szót Tőke Gyulának és az MSZNP képviselőjének. Egy mondatot. Én azt gondolom, mégiscsak megerősíteném, hogy állampolgári jogon legyen ingyenes az orvosi ellátás. Ezek az elképzelések ismertek az MSZNP előtt is, de én azt hiszem, hogy a biztosítási kártyában még, vagy kötvénye, még nem oldottuk meg azt az egyéni többlet szolgáltatás igényét, ami az állampolgár ugyanolyan helyzetbe hozza akkor is. A probléma ott van, a megoldását ott lehet keresni, ahol az egészségügyben dolgozó orvosok áron vannak megfizetve, azt gondolom. És akkor még egy mondatot a nyugdíjról röviden. A nyugdíjakkal kapcsolatosan egy létminimum új számítása alapján álló garantált minimumot kezdeményezünk. A maximális nyugdíjak felső határát egy 4-5-szöresre, ezzel mi is egyetértünk, ez lehet olyan 20-25 ezer forint, és teljesen függetlenül attól, hogy ezt állami tisztséggel vagy egyéb módon szerezte meg, ezt növelheti a kiegészítése. Most történik egy összenyomódás az alsó nyugdíjak és a közepes vagy az alatt nyugdíjba vonult emberek között. Itt egzisztenciálisan kicsit csanda szemmel néznek egymásra azok, aki azt mondta, hogy én 7000-re mentem, nekem nem növelik, akinek 3500-tel többször is növelték, közel került hozzám, pedig hát mi egy munkahelyen dolgoztunk, és én tudom, hogy én azért egy kicsit többet váltam ennyit. Ennél ez nem jelentős, de szerintem már most is, ahogy most volt a nyugdíjrendezés, a 20 ezer forint fölé már nem kellett volna azt a 200 forintot még rátenni, azt a kisebbekre kellett volna, akár a 7000-eshez, akár a 4-5000-esekre szolgálni. Van még 2 perc. Hát így a pontosított elképzelésével a jelenlévő képviselőjének én tulajdonképpen egyetértek, azt hiszem, hogy ugye kettőnk véleménye egymást kiegészítve már tárgyszerű. Tehát akkor már hárman értenek egyet. Néhány gyors megjegyzésem lenne itt a nyugdíj kérdésben. Úgy gondolom, hogy a limitálás feltétlenül szükséges a felső határ, de ott is azért különbséget kell tenni azzal, hogy valaki munkával érte el a magasabb nyugdíjat, vagy valamiféle ilyen kitüntetési rendszerben jutott egy magasabb nyugdíjhoz. Azt feltétlenül meg kell szüntetni véleményem szerint, amilyen. És kérem szépen, még az oktatáshoz lenne egy megértésem. Az ingyenes oktatás. Nyilvánvaló, hogy az alapoktatást ingyenesen biztosítani kell. Nyilvánvaló az is, hogy a induló magániskoláknak, felekezeti iskoláknak is létjogosultsága van. De úgy gondolom, hogy ott, ahol alapoktatást végeznek, és ez valószínűleg egy ilyen 12 osztályos korig lesz indokolt a jövőben, ott az államnak azt az összeget, ami az alapoktatáshoz szükséges, az minden oktatási formában biztosítania kell, és a pluszokat lehet felekezeti, alapítványi és egyéb oldalról összeszedni. Az utolsó percbe értünk. Én azt összegezve talán annyit tudnék mondani, ami az én egyéni programomban van, hogy alapoznák a becsületesen végzett munkára, és ebből becsületesen, tisztességesen meg lehet élni. Ebbe belefér a foglalkoztatás, belefér a különböző szolgáltatások és minden egyéb. Én az emberek tenni akarására és becsületességére alapoznék, és ez majd egészségesen kialakul, akkor folytatódhat. Annyit szeretnék mondani, hogy azért itt vázolódott, hogy az első lépésben legalábbis egyetértünk, és azt hiszem ez egy nagyon pozitív dolog. Egyben az, hogy eddig ami volt, az rossz, és az az irány, ahova egy-két lépést kell tenni, az egyezik. Azt hiszem ez egy nagyon kellemes konklúziója ennek a beszélgetésnek. Az ön részéről a következő konklúzió pedig a műsorvezető részéről következik. Én most egyelőre megköszönöm önöknek, tessék parancsolni. A homokóra utolsó szemcsei is leperegtek, így be kell rekesztenünk a vitát, de azt hiszem, hogy kedves nézőink érzékelhették azt, hogy két nagyon jó hangulatú vitát hallgathattunk végig, és valóban abban az egyben megegyezhetünk, hogy valamiféle változtatásra mindenképpen szükség van. Hadd kívánjam azt a szavazópolgárok nevében, hogy bármelyik párt is, vagy független jelölt fogja képviselni ezt a témakört például Pécs városában, vagy a parlamentben, az amilyen változtatást létrehoz, az valóban a szavazópolgárokat
segítse, és minden réteget, egyedülállót is, nyugdíjast és nagy családost is segítsen. És még egyet hadd kívánjak, hogy a következő 2 órában, a jövő hét végén ugyanilyen jó hangulatú vitánk legyen. Tóth Ferenc független jelölt, Vejc József független jelölt, Tőke Gyula MSZMP, Unsprog János, Kereszténydemokrata Néppárt, dr. Hajas András Agrárszövetség, dr. Bart Andrea, Fidesz, Bögner Miklós független kisgazdapárt. Köszönöm szépen a vitát. A nézőknek még annyit azért el kell mondanom, hogy a gondolatok, amelyeket most hallottak is az előző 25 percben, azért elgondolkoztatnak egy picit, hiszen a jelenlévők ezeket a témákat az együtt, hogy mindennapjaink kísérői 20 perccel a műsor kezdés előtt kapták meg. És hogy teljes legyen a demokratizmus, a következő alkalmakkor jövő héten szombaton és vasárnap az 1-es, illetve 2-es választókerület képviselőjelöltjei szintén 20 perccel adás előtt kapják majd meg a 2 témakört, amelyről majd vitáznak. Még annyit, hogy kaptunk sok telefont, önök közül jó néhányukat megdicsérték, személy szerint természetesen ezt nem mondom el. A bírálat, ami bennünket ért, az annyi, hogy méltóbb környezetbe kellett volna elhelyezni a jelenlévőket, hát ezt magukra nézve majd a legközelebbi alkalommal talán pótolni tudjuk. A nézőknek az érdeklődését és a telefonjait nagyon köszönjük, legyenek velünk majd legközelebb is szombaton, vasárnap. Azt hiszem, hogy más mondandónk nincs. Az egyetlen, amit hozzá szeretnék tenni, hogy a hétvége további részére mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánok, és aki most ül asztalhoz, annak pedig jó étvágyat. Ja, és még bocsánat, még azért egy van, eszembe jutott, elnézést kérek. A jövő heti 1-es, illetve a 2-es választókerületben indulok. Tudom, hogy most nézik ezt a műsort, és épp ezért jelzem nekik, hogy a Dunántúli Naplóban olvashatják majd a megjelenés időpontját, tehát hogy reggel vagy pedig délben fognak bemutatkozni a pécsieknek. Most viszontlátásra! Way.